Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy videó arról, hogy miért nem mondok el mindent, hogy mire gondolok itt. A napokban egy kisebb vitába keveredtem az egyik feliratkozómmal, az ő állítása szerint nem csinálok olyan videókat, ahol mindent elmondok, és vagy nem mutatom meg a technikáimat, amivel ugye, aki már nagyon régóta követ engem, az azért azt hiszem tisztában van azzal, hogy ez azért teljességgel nem igaz, és már gyakorlatilag szinte minden technikámat elárultam, úgyhogy kedves feliratkozó, aki arra panaszkodott, hogy nem mutatom meg a technikáimat, vagy nem mondok róla el semmit, akkor kérlek szépen menj vissza, ugorj el a csatornámra először is, és Kód és Battlefield együttesen minden videónál minden technikámat, amit 10 év alatt FPS játék alatt én összeszedtem, azt hiszem 95%-ban mindent átadtam, azt az 5%-ot is csak azért nem, mert még nem tudom, hogy mi az, mert nem jutott eszembe, úgyhogy a technikák videóra vágysz, ha csípás technikás videóra vágysz, még azt is, pedig nem vagyok valami csipa pro, ha helikopteres technikás videóra vágysz, még azt is csináltam, mert azt szeretem, és abból nem egy van, úgyhogy a kérdésem az lenne megint csak, ugye, hogy melyek voltak azok a videók, amiről úgy gondoltad, hogy nem nyújtott számodra elég információt. A másik pedig hozzá kell, hogy tegyem, hogy sokszor szeretnék olyan videókat is beszélni, olyan videókat is csinálni, ahol arról beszélek, ami nekem tetszik, és amiről meg szeretném osztani a gondolataimat. Gondolok itt például Klavinak a csipás játékára, bár azt hiszem, hogy abba nagyon lényeges információt árultam el arról, hogy hogyan legyél jobb játékos, de hogyha te ezt nem értetted meg, akkor ezzel nem tudok mit csinálni, szóval hogyha számodra az nem egy információ, hogy be kell áldozni néha a KD-t azért, hogy sokkal jobbak legyünk később, akkor azzal nem tudok mit csinálni. Nos, és azért mondtam, hogy Klavinak a játékával nagyon sokat lehet tanulni, mert valóban sokat lehet tanulni. Anno, amikor én kezdtem el játszani, és akkor nem létezett YouTube-on gameplay anyag. Akkor csak killcam létezett, és csak killcamból láthattam, hogy mások hogy játszanak dolgokkal, és én úgy tanultam meg a dolgokat. És ezúttal kérem meg azokat az igazi valódi prókat, akik még sokkal jobbak is, mint én, és netán követik a csatornámat, azért írják le oda, hogy hányan voltak, tehát 10-ből hányan vagytok olyanok, akik azt mondjátok, hogy mindent YouTube videóból tanultatok meg, amit a játékokban láttatok, és a YouTube volt az Isten, ami megmutatta nektek, hogy így kell kodozni, így kell betöfildezni, és mindent a szátokba ráhagott, és ettől ti igazi prók lettetek, mert ezt csak azért kérdezem, mert nekem nem így volt. Én bementem a játékba, és felfedeztem magát, egyedül a játékot, és ez az apró kis lényeg, amire ki akarok itt térni, hogy ezért nem mondok el mindent, ezért nem rágom a szátokba azt, és ezért nem csináltam, hogyan töltsünk újra videót. Amúgy már csináltam, hogyan töltsünk újra videót is, nem Battlefieldben, Call of Dutyban, de a lényeg tökéletesen ugyanaz, és tökéletesen lehet egyikből a másikban alkalmazni. Szóval, ha nagyon szerettél volna újratöltős videót látni, akkor azt is láthattál volna a csatornámon, hiszen az is hozzájárul a technikákhoz, és már nagyon régen azon is túl vagyok, hogy azt magyarázzam el, hogy mikor és hogyan töltünk újra egy játékban. Úgyhogy, kedves feliratkozó, valahol igazad is van, meg nem is, mert néha szeretek olyasmikről beszélni, amik nem kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan kell játszani, hanem szólnak arról is, amiért én szeretek videózni, szólnak arról, hogy meg szeretném osztani a gondolatémat is, hogy ha neked ez a tartalom nem tetszik, két dolog van, leiratkozol a csatornáról és kilépsz a TNA-ból, vagy nem nézed meg azt az adott videót, hanem csak azt nézed meg, amiből úgy gondolod, hogy tanulhatsz valamit. És mint mondtam, igen, ez lenne az a videó, amiből a legtöbbet tanulhatsz. Ez nem egy oltogatós videó, nem egy sértődj meg videó, és ez egy olyan videó, amire arra késztetlek, szóval, hogyha az én csatornámat követed, ha az én videómat követed, akkor nagyon jól tudhatod, hogy egy olyan videós vagyok, aki arra készteti a feliratkozóit, a nézőit, hogy gondolkodjanak, hogy maguktól menjenek, és maguktól is csinálnak meg dolgokat. Ezért csak részinformációkat árulok el a dolgokról. Nem adok mindent bele a nézőm szájába, hogy menjen el, hogy próbálja ki, hogy tapasztalja meg, és vigye tovább az ötletet, fejleszte tovább az ötletet saját magának. Mert minden technika egyedi, az én technikáim is egyediek.
Én fedeztem fel magamnak, én azt adtam át, amit én tudok. Az FPS-ekön rengeteget adtam át eme 3 év alatt. Tehát 3 év alatt gondolhatod, hogy van valami, amit esetleg kihagytam. Valószínűleg van, de amit mondtam, az az 5%, amit hiányzik, az majd eszembe üt, és akkor azt úgy is elmondom. És nagyon sok gamer van odakint most már, aki mondhatni azt, hogy az én videóimon fejlődött és tanult meg egy-két trükköt, amit én nagyon tudok értékelni, mert sokszor nagyon jó pozitív komment jött vissza arra, hogy abban, amit csinálok. És nagyon-nagyon fontos lényeges információ, soha nem is fogom elmondani mindent. Mindent nem akarok elmondani azért, hogy menj és fedezd fel. A videóimnak a lényege az tehát, hogy gondolkodj magadtól. Magadtól gyere le, magadtól gyakorolj. És igen, te légy az, aki odajön és elmondja, hoho, újra töltésnél észrevettem valami kis apróságot ebben a játékban. És azt te vetted észre. Nem én árultam el neked, nem én rágtam a számba, hogy így csinálj. Egyéniséged van, magad is meg tudod oldani a dolgokat, magad is fel tudod fedezni, nem várhatod, hogy a sülgalamb a szádba repüljön. És ja, és ennyi, és azért csinálok, lehet, hogy számodra mondjuk a gamer pszichológia videók semmit mondóak, valószínűleg azért van így, mert még nem vagy abban a korosztályban, hogy igazán megértsd ezeket a videókat, mert ezek a videók, most már sokat gyára elmondom, nem gyerekeknek készültek, hanem valójában felnőtteknek készültek, tehát 18 pluszos embereknek, és most úgy gondolom, hogy 18 pluszos inkább fejben, nem korban, mert lehet, hogy éppen 18 éves vagy, csak szart se értesz a videókból, ezért inkább úgy gondolom, idősebbeknek készült, akik fejben idősebbek, nem gyakorlatilag fiatal gamereknek. Fiatal gamerek is értik, azt értik, amit érteni kell belőle, viszont ezek a videók idősebbeknek készültek. Köszönöm a figyelmedet, szia!